Romantikus erdei luxus wellness hotelben a Börzsönyben tanácskoztak a BKK felső vezetője a héten, írta meg a blik, Tarlós István, Budapest főpolgármestere, erről nem tudott, és vizsgálatot rendelt el, hogy kiderítse, miért nem Budapesten tartották meg a tanácskozást. A BKK szerint csak a normál napi munkavégzésből kiszakadva lehet 36 óra alatt 28 órát intenzíven dolgozni. Tél a medencéből, romantikázás a jacuzziban. Ezzel a rövid filmmel hirdeti magát az a négy csillagos szálloda a Börzsönyben, ahol néhány napot eltölthettek a BKK felső vezetői a héten. A Blik szerint a Budapesti Közlekedési Központ egész menedzsmentje elutazott a szállodába, hogy ott tárgyaljanak a fővárosi közlekedés jövőjéről. A hotel honlapja szerint előszezonban a legolcsóbb szobáért majdnem 24 ezer forintot kell fizetni két főre, de van lakosztály is 50 ezerért. A lap információi szerint a BKK csoportosan foglalt szobákat, és a vezérigazgató is az egyikben szállt meg. Az ellenzéki liberális párt közérdekű adatigényléssel fordul a BKK vezetőjéhez. Szeretnénk megtudni, hogy kik vettek részt ezen, és hogy milyen napi rendeket tárgyaltak. Milyen e, szakmai anyagok készültek ezeken a helyeken, mondjuk egy zuhany templomban, hogyan tudták végiggondolni Budapest közlekedésének jövőjét. A fővárosi önkormányzatnál azt mondják, semmit sem tudtak a wellness szállóba szervezett tanácskozásról. Talós István ma nem akart nyilatkozni, de sajtófőnöke megerősítette, hogy vizsgálatot indítanak a BKK-val szemben, és hozzátette, ha ennek lesz eredménye, akkor tájékoztatják a sajtót. Ez az a december elejé közgyűlés, ahol Tarlós István kinevezte a BKK új vezérigazgatóját. Kollégánk még a döntés előtt próbált a szóra bírni. Arra hogy, hogy minden fog változni a BKK. Arra én is, hogyha meg lesz a döntés. Dabóci Kálmánban nem adott interjút. A BKK sajtóosztálya írásban annyit válaszolt kérdéseinkre, hogy csak így volt biztosítható, hogy a normál napi munkából kiszakadva 36 óra időtartam alatt 28 óra folyamatos, zavartalan, intenzív munkavégzés valósuljon meg. Hogy mennyibe került mindez, azt hiába kérdeztük, nem árulták el, de azt megtudtuk a sajtóosztálytól, hogy mindössze egy egyszerű tárgyalót vettek igénybe a vezetők.